Jó napot, sziasztok! Itt vagyunk a Szépvölgyi erdőben, és az a dolog történik itt, hogy itt van Jane Goodall, akiről már ugye posztoltam, hogy itt van most Magyarországon. Ő egy elképesztően híres, egyrészt biológus, ugye csimpánzkutatással foglalkozott, de igazából most már azt hiszem, hogy az az egyik legfontosabb tevékenysége, hogy a természetvédelem és a fenntarthatóság kapcsán járja a világot, és próbálja minél több embernek felhívni arra a figyelmét, hogy ez az egy bolygónk van, és hogy meg kell ezt őriznünk a magunk és a jövő generációk számára. És most ugye itt vagyunk a második kerületben, a Szépvölgyi erdőben. Itt van Őrsi Gergely polgármester úr, Karácsony Gergely főpolgármester, és fákat ültetünk önkéntesekkel, és nem tudom, hogy mennyire látszik esetleg Jane itt a háttérben. Megpróbáljuk őt, csak ugye nagyon sok ember van körülötte, de talán a telefonnal meg tudjuk próbálni majd valahogy ráirányítani. Úgyhogy én is nagyon örülök, hogy személyesen találkozhattam vele, ez egy fantasztikus, inspiráló élmény, és azt gondolom, hogy minden olyan politikusnak, akinek a zöld értékek fontosak, és a fenntarthatóság fontos, nagyon érdemes figyelni az ő munkáját, és meghallgatni a szavait, mert csak azért is, mert ő is azt mondja, amit egyébként mi a Párbeszéd zöldekben is, hogy az igazságosság, a társadalmi igazságosság együtt kell, hogy járjon a természetvédelemmel, és a szegénységet is kezelni kell akkor, hogyha azt szeretnénk, hogy megőrizzük a természeti erőforrásokat a jövő generációk számára. Tehát egy igazságos és fenntartható, egy zöld vízió az, amit Jane Goodall előad. Úgyhogy én nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy találkozhattam vele. Sziasztok!